Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrás Rádió ébresztőműsora. Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 3 perc, hát klímahűtéssel és ventilátorral gazdag reggelt kívánok, és napot majd mindenkinek, mert erre bizony szükség lesz, ugyanis írtózatos kánikula van. Jó, hát ezért ez egy kicsit túlzás, 31 fokos csúcshőmérséklet várható ma, de hát ezért az izzasztó tud lenni bizonyos időszakban. És hát itt van velem Imi, meg természetesen Hittaler Andrea is a szomszédszobában fellelhető, már hallottátok a hangját, hiszen elmondta a híreket. Jó reggelt, Imi! Jó reggelt, jó reggelt! Szia, Réka! Köszöntelek benneteket, drága hallgatók! Igen, itt vagyunk. Melegszik fölfelé az idő. Az szeretjük biztos. A jégkrémet, a fagyit és a hideg italokat, úgyhogy sok szeretettel fogadjuk, várjuk, köszönjük. Nyilván senki nem fog be az ide a stúdióba, na de ettől függetlenül majd azért adás után biztosan egy jó fagyinak keresztbe teszünk. Igen? Ez lesz a programunk? Nem tudom. De hát, ha meghívtál fagyizni, akkor oké legyen. Beadom a derekam. És hát szeretném minden is sok-sok szeretettel és tisztelettel köszönteni mindazokat a rendőröket, akiknek szintén dolgozniuk kell már ezekben a korai órákban. Az M1-es autópályán Tatabánya magasságában mutat az élőtérképünk rendőri jelenlétet, illetve ezen kívül Vértes Szőlősön a Valusek Dezső úton ismételten kint vannak a rend éber őrei és dolgoznak. Reméljük, hogy nincsen nagyon melegük az autóban, és hát nem kell túl sokat dolgozniuk. Nincs. De amikor én mentem hazafelé, mondjuk igen, csak délután volt már akkor, hát éppen a klímaberendezésem az autóban nem annyira működik. És, miért? Hát nem tudod letekerni az ablakot? Hát de akkor meg nem hallok semmit az égvilágon. Csak az autó, meg a forgalom zaját, és ez egy kicsit idegesít egy idő után. Szóval, hogy izzasztó volt a délután, rendesen. Hát? Ezért is köszöntöm be így, hogy hát elkerülhetetlen most így a napokban, hogy használjunk némi hűtő segítséget. Kinek a fagyi, kinek egy jól behűtött dobozos üdítő. Köszönjük szépen, így van. Szóval, hogy most erről igen gondoskodni kell. Na meg a szúnyogokról, hát képzeld el, úgy bosszankodtam, végre kiültem délután, nem volt olyan késő délután. Kiülök a teraszra, jó idő, hiszen fák árnyékolnak, stb. Tehát ilyen lazítóra vettem a figurát, de alig tudtam megmaradni, mert egyfolytában jöttek a szúnyogok, és csipkedtek, és zavartak, és borzalmas. Úgyhogy gyorsan rákerestem, hogy hol lesz gyérítés így a napokban. Hát Tatabányán csak a vízpart környékén. Hát honnan jönnek a szúnyogok? Hát jó, de hogy a többi részen nem, mert mondjuk nálunk legalább a többi részen is lesz. Ja, értelek. Úgyhogy itt a környéken sajnos így Komárom-Esztergom vármegyében nem várható most jelenleg ezen a héten. Szegény fecskéknek megint nem lesz rendesen vacsorájuk. Hát de ha lennének fecskék, igen. Na most ez hát, a tyúk vagy a tojás. Ezt akartam mondani. Igen. Nem tudom, de hogy biztos, hogy a gyerekkoromban is voltak szúnyogok, tehát akkor is voltak szúnyog csípéseim, emlékszem rá. Persze. De hogy most tényleg nem lehet kiülni 5 percre, mondjuk elkölteni a vacsorát kint, vagy egy picit ott beszélgetni mondjuk a Nem tudom, hogy milyen láb környékén laktok, Réka. Nálunk nagyon-nagyon durva a szúnyogok vannak, és a párom hívta fel a figyelmet, hogy most ilyen csíkos szúnyogok vannak. Aha. Nem tudom, honnan érkeztek, de nem tigris annyira szúnyog. Jó. Hát lehet, hogy tigrisnek hívják. Megkarmol, megesz. De tényleg, nagyon nagy csípések vannak. Én ezt nem tapasztaltam még az idei Semmi? Évben, hogy ennyire tönkre vágnának a szúnyogok. Nyilván néha találkozom egy-egy szúnyoggal, de hát aztán utána könnyes búcsút. Hát én megfogom a kezem, és akkor a szúnyog nem megy már tovább. De hogy értem a problémádat, értem, nem feltétlenül értek egyet azzal az elképesztő méretű szúnyoggyérítéssel, meg rovarírtással, ami megy, mert hogy azért az utóbbi években hallottam olyan híreket is, hogy nagyon sok méhnek keresztbe tesznek ezek a rovarírtások, meg szúnyoggyérítések, főleg ebben az időszakban, amikor még virágoznak olyan növények, amikből egyébként mézet lehetne csinálni, azért mutattak néhány olyan képet. És persze nem vagyok szakértője a témának, de azért láttam. De valami mézes érdekeltséged van a dologban, nem? Nincsen semmilyen. Nincs a családban? Nincsen méhész a családban. Nincs. Ismeretségi körben van, de családban egyébként nincsen. Szóval, hogy ja, értem, igen, engem is zavar a rengeteg méhcsípés, de
igen, van ebben egy ilyen saját farkába harapó kígyó, hogy igen, kimennek abszolút szúnyogot gyéríteni, amitől megpusztulnak a méhek, amitől aztán fölmegy a méznek az ára, meg akkor a méhészek azok odáig vannak meg vissza, meg egyre kevesebb fecske van, meg egyre kevesebb olyan költöző madár, amire szükség lenne. Tehát, hogy ja, érdekes, jó, érdekes dolog ez. Nem feltétlenül foglalnék benne állást, mert nem vagyok szakértője a témának, de egyszerűen csak látom, hogy azért ez problémákat okoz, és valami megoldás kéne erre. Hát ez az én problémám. Süssetek sok szalonnát. Kellene. Hát süssetek sok szalonnát. Abból van akkor a füst, hogy nem fog oda menni a szúnyog. Hát jó, de akkor meg füst van. Szóval ez is hát nem jó. Szóval ez a helyzet, ami most jelenleg van, kicsit ilyen kaotikus állapotot festettél föl az előbb. Ez azért jóval korábbról indult el ez a folyamat, és igazából mi itt valószínűleg nem is fogjuk megfejteni, hogy honnan eredt valójában ez a kis gyökér probléma. De hát, vagy biztos, mi vagyunk a gyökerek, tudod? Mi vagyunk a gyökerek, és mi vagyunk a probléma. Igen. Szóval, hogy ezt innen így nehéz megoldani, de az tény, hogy nagyon zavaró ez, hogy végre egy kicsit kiülnél, várod a nyárestéket, és akkor nem tudsz normálisan ott elidőzni, mert hogy menni kell be. Hát, értelek, én nem tudom, nekem így megfordul az is a fejemben, hogy nem lehet, hogy mi vagyunk már túlzottan elkényeztetve ezektől a helyzetektől, hogy hát figyelj, nincsen szúnyog, ki lehet ülni. Tele van szúnyogcsípéssel, de tényleg tele van. Értelek. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy egy-kettő, mint ahogy te mondtad, hogy egy-kettővel találkozol, hanem itt hemzsegnek. Hát lehet, hogy olyan látványosságokkal van tele, hogy az ország összes szúnyoga ott van. Nem tudom, drága hallgatókat, kérdezzük meg majd erről, hogy szerintük itt a környékben sok-e a szúnyog, és hogy ők hogyan védekeznek a szúnyog csípések, illetve az adott esetben szúnyog invázió ellen. Mit szólsz hozzá? Jó ötlet? Jó ötlet. Na, igen. Hát akkor lehet, hogy az összes szúnyog innen meg minden térségből hozzám csapódik be a... Igen. Kis kertembe. Igen, és ilyen az, amikor a szúnyög. Na jó, jövünk vissza, SMS és Viber számunk 0-20-97-8-97-8-5-ös. Forrás Kafé. Jó kedvre hangol. Nekünk meg ti kelletek, úgyhogy egy kicsit ellene dolgozunk ennek a dalszövegnek. Mi azon vagyunk, hogy felébresszünk benneteket, és ne hagyjunk tovább aludni, hiszen 6 óra 19 perc. Jó reggelt mindenkinek. Arnold és Levente névnap van a mai napon. Arnold az egy férfi név, a germán Arnwald névből származik, melynek elemeinek a jelentése sas és uralkodó, és női párja is van, ez pedig az Arnold. A Levente is természetesen egy férfi név, régi magyar személynév, általában a lesz ige származékának tartják. Ez szerint a jelentése akkor levőcske, kis lény. Más újabb vélemény szerint eredeti formája lovanta lehetett, amiből viszont a jelentése a vadász lenne. Annyi biztos, hogy a Levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval későbbi keletkezésű. Hát boldog névnapot Arnoldoknak és Leventéknek. Így van, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek. Nekem annyira érdekesek ezek a nevek eredetének felfedezései, meg kitalálásai. Találjunk ki mi is néveredeteket, mit szólsz hozzá. Na, de ma van például az autista büszkeség nemzetközi napja is, 2007 óta. Az autizmus világnapja egyébként április 2-án van. Az autizmus büszkeség napja, amely a nemzetközi emléknap tulajdonképpen, melyet az ENSZ 2007 évi határozatával jelölt ki június 18-ára. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét az autizmussal élők helyzetére. Ehhez kapcsolódóan terjedt el később a Ragyogjon kéken nemzetközi kampány, melynek keretében világszerte több ezer emblematikus épület öltözik kékbe, ezzel tisztelegve az autisták és családjaik előtt. A kezdeményezés egyik fő üzenete, hogy a társadalom befogadóbb legyen, és ne rekessze ki az autizmussal élő embereket. Ezen a napon többek között a Niagara vizesés, vagy az Empire State Building is kék színnel van megvilágítva. Így van. És akkor át is evezhetünk a híres szülöttekhez. 82 éves lett ma Paul McCartney, angol énekes, dalszövegíró, író, többszörös Grammy, valamint Oscar és Primetime Emmy díjas angol zenész, zeneszerző, producer, elsősorban a Beatles egykori tagjaként ismert. Hát elismerten a 20. század egyik zenei ikonja, a brit rockzene megtestesítője. Elképesztő, több mint 500 millió lemezt adott el világszerte, persze ebben a Beatlesnek a lemezei is benne vannak, és...
Hát sokszor vetik a szemére, hogy leginkább a brit sajtó, hogy régi módi, ennek ellenére még ma is rengetegen kedvelik a zenélés mellett, azonban gyakran fest, bár eddig még nem rendezett kiállítást, támogatja az állatvédő szervezeteket, a taposóaknák felszedésére irányuló kezdeményezéseket, és lelkes híve a vegetáriánizmusnak is. Itthon gombát szednek az erdőben, Paul McCartney meg aknát. Hát ez ilyen. 62 éves lett Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, színházigazgató 2015-ben a Forbes őt választotta a harmadik legbefolyásosabb magyar nőnek a kultúrában, 2019-ben a hatodik helyre volt mindez elegendő számára. Neki, ő nekie. Viszont most is szerintem nagyon-nagyon népszerű, hogyha csinálnának egy ilyen véleménykutatást, biztos, hogy jó helyen. Hát a hatodik helyen végzett. Hát 19-ben, de 19-ben. Most 24 van. Oké, okay. Csókolom. 48 éves lett Horváth Lili, Jászai Mari díjas magyar színésznő, Tordai Teri Kossuth díjas színésznő leányáról van szó. És 38 éves lett Richard Gasquet, olimpiai bronzérmes francia hivatásos teniszező, jelenleg ő a negyedik legjobban rangsorolt francia a világranglistán. 2003-ban ő lett a legfiatalabb teniszező, aki valaha a világranglista első 100 helyezettje között zárhatta az évet. Őt tartják napjaink egyik legtehetségesebb és legsokoldalúbb játékosának egyébként, és ez bizonyítja, hogy ő az egyike annak a három aktív játékosnak, akik minden borításon tudtak már tornát nyerni karrierjük során. A másik kettő játékos nevét szerintem te is ismered, Réka. Uh-huh. Ők Roger Federer és Andy Roddick, és igen, hát ők azok, akik benne vannak a top 3-ban. Úgyhogy ígéretes a fiatalember. És 38 éves lett Tenki Réka, Jászai Mari díjas magyar színésznő, férje pedig egy híres színész, szintén Csányi Sándor színművész. Egy kislányuk és egy kisfiúk van, és együtt nevelik szépen. Így van, és 29 éves Huszárik Alexandra, magyar válogatott női jégkorongozó. Úgyhogy hát ők a mai nap születésnaposai, és természetesen Federer nem Roger, hanem Roger egyébként, de oké. Okay. Na, szóval, hogy ők a mai szülinaposok, és Gabi is küldött nekünk egy üzenetet, ő a kisfiát szerette volna felköszönteni, Mátét, aki a mai napon ünnepli negyedik születésnapját. Máté kispajtás, nagyon boldog szülinapot kívánunk, reméljük, hogy jó alaposan megünneplítik ezt a szülinapot, és egy jó nagy adag fagyival köszöntenek fel téged. És ma is van játékunk, ugye a Forrás Rádió, a Vízenevirág Fesztivál hivatalos rádiója, és ezzel kapcsolatos a játékunk. Ugye minden nap Pisti, a nyári Mikulás hoz nektek két páros, illetve hát egy páros belépőjegyet, tehát két darab jegyet, ami páros belépő, amivel ti magatok választhatjátok ki, hogy melyik napon szeretnétek eljönni a Vízenevirág Fesztiválra, és a mai napon a kérdésünk a Well Hello-val kapcsolatos, és így szól a kérdés, hogy... Egészítsétek ki ezt a mondatot, hogy apu vedd meg nekem a válasz várost, b kocsit, c giroszt. Helyes vagyok. Na, tessék. Döntsétek el, hogy melyik lehet a helyes. És 0620-97-8-97-8-5-ös az SMS és Viber számunk, hogyha megvan a helyes válasz, a saját nevetekkel együtt küldjétek el. Sőt, nem olyan régen felcsendült egy olyan dal, ami a Vízzenevirág fesztivál egyik előadójától érkezett hozzánk, úgyhogy ha ilyet hallanátok a nap folyamán, akkor az előadó nevével és a saját nevetekkel szintén lehet küldeni nekünk egy SMS-t vagy Viber üzenetet, mert akkor is benne vagytok a mai játékunkba, úgyhogy így lehet akár többszörözni is az esélyét annak, hogy tiétek lesz a mai páros belépőjegy. Így van, úgyhogy küldjétek tényleg az üzeneteket SMS és Viber számunkra, illetve ugye a szúnyogokkal kapcsolatban beszélgettünk Rékával, hogyha ezzel kapcsolatosan van valami olyan taktikátok, technikátok, hogy elűzzétek a szúnyogokat, akkor azt is várjuk SMS és Viber számunkra, illetve akkor is várjuk SMS és Viber számunkra a jelentkezéseteket, hogyha már úton vagytok és valami olyat láttok az utakon, amik számunkra is fontos információk lehetnek. Szóval köszönjük szépen, és hát szép jó reggelt mindenkinek, aki most ébredezik. Forrás Café!
Rékával és Imrével a Vidám ébredéshez. Yes, of course, 6 óra után vagyunk 36 perccel, és hát elindítottunk egy lavinát ma reggel is, aminek én csak örülök. Jönnek a szúnyogok indították el azt a lavinát. A szúnyogok, igen. Írja nekünk Csabi, hogy Réka, átérzem a szúnyogos sztoridat. Tegnap munkahelyemen este 7:30-kor ellepték az üzletet a szúnyogok, de nem egy, hanem csoportosan támadtak, majd a munka végeztével hazafelé összetalálkoztam egy ismerősömmel. Pár mondatot váltottam volna vele, de mindkettőnket rengeteg sok szúnyog támadott meg. Hogyan védekeztem? Hazáig futottam. Üdv Csabi. Drága Csabi, nem lehet, hogy ez egy csoportos rablás próbált meg lenni, csak nem vártad meg, amíg annyira közel értek hozzád, hogy értelmes legyen az, amit ott zümmögnek. Különben én is ugyanezt csináltam, amit Csabi, hazáig futottam be a kertből a házba. Tessék, hát ezzel lehet igazán sportra ösztönözni a magyar lakosságot. Marha sok szúnyog kell, és mindenki itt fog futkározni. Különben tényleg sportolás közben zavart meg bennünket a szúnyog. Persze le akartam ülni a párommal egy kicsit átbeszélni a napot meg egyebek, de a kisfiam, illetve a nagyobbik olyan edzőlázban van, én nem tudom, mi történt vele, de most gyúrni akar. Mennyi idős ő? Hát 6 éves. Na volt. Hát 6 éves. 7 lesz. De most kitalálta, hogy vigyem el edzőterembe, ahol tényleg lehet úgy súlyzókkal, meg minden komoly felszereléssel edzeni, gyúrni. Na hát az még mondjuk lehet, hogy egy kicsit korai hát neki a csontosodás, meg az izomfejlődés miatt. Pár ebben sem vagyok szakértő. Hogy biztos, hogy van valami kor, ami alatt azért nem lehet ilyen dolgokat kezdeni. Hát nézd, szerintem az ilyen saját súlyos dolgokat, azokat el tudja kezdeni, azt tök csinálja, jó is lehet neki. Úgy húzódkodik, hogy csak így nézek, hogy ez hogy. Na, látod? Igen, ez azt hiszem, hogy ilyen 14-15 éves kor környékétől már úgy el lehet kezdeni ebben gondolkodni, de annál fiatalabban nem biztos, hogy az egészséges határértéket ez megüti. De hát, hogyha van személyi edző, kedves, na, drága hallgatónk, szerintem akkor... most hallod. Máté, pont most próbáltam meg neked személyi edzőt szerezni, anyáddal beszélt majd meg, hogy le lettem lőve a témáról. Nem, hát azt mondom neki, hogy figyeljen ide, így az öltözködés közben. Kedves Máté, hallgass édesanyjukádra meg Imire, most megpróbálunk egy személyi edzővel beszélni majd, hogy vajon hány éves korodtól mehetsz le az edzőterembe? Így van, mert hogy kommandós akar lenni, most kitalálta ezt, úgyhogy biztosuk a Mátét arra, hogy ki kell pattintani a magát, aztán mehet a kommandós. És innen is köszöntjük a terror elhárítási központ éppen végző munkatársait, akik ma hajnalban 8-10 alsógatyás embert rángattak ki a nappaliból. Szerintem ezért akar Máté tekes lenni, nem? Mert látja, hogy alsó nadrágban lehet embereket kicincálni a nappaliból. Nem, ő látott egy ilyen videót, ami ilyen kommandós edzés, és akkor ott nagyon izmos emberek, nagyon eszméletlen dolgokat tudnak elkövetni, tehát, hogy így ujjal húzzák föl magukat, meg ilyen döbbenetes dolgok. Igazából, hogyha valaki az ujját mutogatja nekem, azzal én is föl tudom húzni magam. Látod, és még nem bár ez nem is a kommandós megoldás, igen, nem a kommandós változat. Igen, de ő magát húzta föl ujjal. Ja, azért más a történet. De nem úgy, mint a kurbli, hogy na jó, mindegy, hagyjuk. Ezt hagyjuk szerintem. Oké, rendben van. Visszakanyarodva a szúnyogokra, Miklós is írt nekünk Viber üzenetet. Imi, igazad lehet, a tápláléklánc megszakítása ezzel jár, alig látni már fecskéket. És én is tökre meglepődtem múlt nyáron, amikor a Tiszatónál voltam, én ott láttam fecskét, mert amúgy tényleg nem hát, lehet mert tóparton volt, hát alig hordanak már fecskét, normális ember már nem a szórja, hanem rendes fürdőgatya. Igen, mondjuk ők repültek mind. Ja, értem. Hát nem a szandázokni fecske kombináció volt, világos, értem. De ott tényleg ilyen csoportos fecskevonulások voltak, és nagyon cukik voltak látni azt, hogy így egy ilyen parancsszóra, így nem tudom, melyik volt a vezér, de valaki és volt náluk kés, hát amelyiken a vastagabb aranyak látszva. Igen, pont az. De biztos a Vili. Ja nem, ő a veréb. Nem, őt ki kell szabadítani. Aztán szerencsétlen kiugrik a Tiszatóból, akkor így húppan a betonon, azt nem tudják olyankor megmenteni. Igen? Akkor nem. Viszont ilyen, tényleg ilyen parancsszóra összegyűltek egy kör, így a tópart környékén, és aztán is eltűntek, biztos mentek pihenni, vagy vadászni, vagy nem tudom, hova mentek. Az éjszakai fecskék, nem, szerintem valami buliba mentek, tudod, ott csiripeltek ott a Tiszatópartján. Keresték a másikat, mert hogy egy fecske nem csinál nyarat, de hát már akkor nyár volt. Nyár volt, igen, annyian volt. Már ez hiába volt.
Na mindegy, szóval, hogy igen, valahogy eltűntek a fecskék, de én nagyon örültem, hogy ott legalább még lehet látni. Nem tudom, mi a megoldás, hát valószínű ezt az ökológiai dolgot kéne visszaállítani, de hát ez hogy? Na hát ez megint egy jó kérdés. Hát igen, egészen megváltoztak az élőhelyek, igen, meg a táplálékuk is eléggé megfogyatkozott, úgyhogy denevérből is viszonylag keveset látok, pedig aztán, ha belegondolsz régebben, abból is mennyire sok volt így a nyári időszakban, és így a panelek között is sok-sok denevér volt régebben, bár mostanában nem panelben lakom, de nem nagyon láttam itt a környékesen. Igen? Nálunk van, de hát ők is eszik a szúnyogot. Jó lenne, hogyha... Janika, érj le a bordba hozzá a hurkát, de ne véreset! De ne véreset! Na ez, jövünk vissza hamarosan, maradjatok velünk. SMS és Viber számunk, hogyha közlekedési infótok van, 0620 97 8 97 85-ös, és hát a játékunk kapcsán is ide lehet írogatni az üzeneteiteket. Várjuk! Forrás Café! A Duna is tőlünk csobog vidámabban Esztergomnál! És Ölvedi Réka, meg Borsodi Imre. Itt nem is a vagyunk. Tavasz, hanem a nyár. Nem is a tavasz, hanem a nyár, de mindenképpen erre szavazunk, hiszen azért jobban szeretjük ezeket a napsütötte napokat, heteket, hónapokat, mint a szürkeséget. Nézem az élő térképünket, Tatta felé még mindig kint vannak a rendőrök, vértes szőlősen, úgyhogy ha arra közlekedtek, akkor óvatosan. És rövidesen jönnek a hírek, mi pedig a következő órában visszajövünk hozzátok a tehén kompatibilis szelfizéssel. Na, ehhez szóljatok, azzal nem lőjük le a poént, de már most kitéptem egy marék hajat a hír hallatán, majd szépen-szépen lassan kivesézzük, és majd erre is írhatok nekünk üzeneteket. Na meg hát, hogyha mindenképpen üzenétek nekünk, akkor az útinformon kívül várjuk leveleiteket, SMS-eiteket, Viber üzeneteiteket ide hozzánk, hiszen van egy játékunk, amivel páros belépőjegyet nyerhetek a Vízzene Virág Fesztiválra gyakorlatilag minden nap. A kérdésünk most úgy hangzik, hogy... Hogy egészítsétek ki azt a népszerű dal mondatot, ami a Well Hello-tól származik. Apu, vedd meg nekem A. Várost, B. Kocsit, C. Giroszt. Melyik lehet a helyes megfejtés? 0620 97 8 97 8 5-ös, és a saját neveteket is kérlek, hogy írjátok meg, és hogyha bármikor valamilyen Vízzenevirág fellépő dalát meghalljátok nálunk egész nap folyamán, akkor küldhettek egy SMS vagy Viber üzenetet ugyanerre a telefonszámra, mert akkor is benne vagytok a játékban, és akkor is megvan az esélye annak, hogy akár a tiéd legyen a páros belépő, amit majd kiválaszthatsz egy tetszőleges napra, ugye péntek, szombat, vasárnap, háromnapos, fergeteges fesztivál lesz Vízzenevirág névem. Így van, most pedig jön Andi a hírekkel, mi pedig hamarosan csatlakozunk hozzátok ezekkel a tehenekkel, meg a szelfivel. Pápá! Forrás Café! Veled a természetben! Mosolygós és szelfizős szép reggelt kívánok mindenkinek 7 óra 3 perckor. Igen, szelfizkedős. Bár vigyázzatok ezzel a szelfizéssel, mert lehet, hogy nem tehénbarát módon teszitek, és akkor ennye-bennye, mert a PETA aztán most kioszt benneteket is rendesen. Te használatkor tehénbarát módot képviseled, Imi, szerinted? Én biztos vagyok benne, hogy a tehénbarát módot használom a szelfizésnél, már csak azért is, mert nem szoktam szelfizni. Ja, akkor így könnyű kikerülni. Nem szelfi kompatibilis fejem van nekem. Így tudod, könnyű kikerülni akkor ezt. Mert hogy a tehénbarát szelfizés az azt jelenti, hogy nem használjuk azt, hogy cheese. Jaj, Istenem. Mert hogy ez a tehenek érzelmeit sértik, kedves Imi. Igen, abban biztos vagyok. Nem tudom, hogy az, aki ezt kitalálta a pitánál, ő hányszor állt szemben egy tehénnel, és látta rajta, hogy mennyire borzasztóan esik annak a szerencsétlen állatnak, hogyha azt mondják, hogy cheese. Hogy hát ott könnyezik a tehén. Szerintem ott könnyezik. Minden egyes selfish-nél ott van egy tehén, oda megy, mert hát megérzi a cheese-t. És azért gyorsan oda megy, és ott sír, és kikéri magának. Ettől félek én is. Nem tudom, hogy milyen tudatmódosító szereket osztogatnak egyébként ezeknek a PETA tagoknak, de azért ez most már tényleg a túlzáson is túl van, hogy tehát már nem lehet
állati eredetű dolgokat mondani, mert hogy annyira védjük őket. És ne értsetek félre, én is szeretem az állatokat, meg tök jó dolog, meg a sajtot is szeretem, meg a tejet is szeretem, sőt, képzeljétek el, én egy ilyen durva típusú élőlény vagyok, és én szeretem még a túrót is, meg a tejfölt. Na szóval, hogy... És a joghurttal, hogy azt is szeretem. De hogy lényeg a lényeg, hogy értem az állatvédelemben rejlő fontos üzenetet, illetve megértem azokat is, akik vegán, vagy adott esetben vegetáriánus életmódot folytatnak, de ez azért már a túlzáson is túl van. Tehát igazából most már lassan gondolatrendőrségbe megyünk át, hogy arra sem merjél gondolni, hogy csülökpörkölt, mert különben ezáltal megsérted, megfélemlíted a sertéseket. Hát a gondolataidra jobb, hogyha vigyázol meg a kimondott szavakra, mert ugye a telefon, hogyha melletted van, akkor már is kapsz egy visszajelzést, hogy mik a gondolataid, mik a kimondott szavaid. Úgyhogy ezt a kort már abszolút éljük. De hogy nem menő a sajt, tehát hogy ezt be kell látnunk, ez nem menő. A mai fiatal körében a peace lenne az jobb használni, mert hogy az sokkal közelebb a mostani generációk érzelmi világához. Hát ezért szoktunk mi más P-betűs szóval fényképezkedni, amikor nagyon fotózkodni szeretnénk. Tehát nyugodjon meg a PETA, mi fiatalok itt a régióban, pláne Száron és környékén nem szoktuk a cheese szót használni fényképezkedésnél. Tehát mit ezt akkor ők kipipálhatják. Hát... Nem lehet elmondani, amit használtok? Igen, nagyon intim. Ajajaj. Amit használni túl szoktunk. Intim. Hát túl intim. Ajajaj. Igen. Egy testrész? Az, igen. Ó, szóval, értem. Hogy ezzel képzeld el, hogy nem új keletű az a dolog azért, hogy valakik így használnak egy szót arra, hogy ugye mosolygásra bírják az embereket. Ez ugye a cheese volt, de hát ennek már a kora baromira lejárt ezek szerint. Igen, annyira kínosak vagyunk, hogy az borzasztó, de most tehát ezen én nem tudok túllépni. Igen? De a 19. században a prunes volt ez pedig az aszaltszilva, hogy ez hogy jött ki, ezt nem tudom, mert akkor pont ott csücsörített mindenki ezek igen szerint a képeken. Elképzelem, hogy Szabolcsba ezt a szót használják. Majd a 20-as években a whisky volt divatban, ezt mondjuk így értem, mert itt tényleg széthúzzuk ugye a szánkat, és akkor talán ilyen mosolyszerűség lesz. De képzeld, hogy 19-ben a szervezet állatbarát közmondásokra adta fel a fejét, és hogy elindult és harcba szállt, illetve 22-ben pedig ugyanezt az állatmesék bevezetésére is szorgalmazta. Tehát, hogy nézzük már át ezeket a régi közmondásokat, a régi állatmeséket, és húzzuk meg a határokat, hogy legyen az állatbarát. Tehát, hogy ne sértsük az állatok jogait. Hát, kedves drága hallgatók, akkor a jövőben kérlek benneteket, hogy a három kismalac és illetve a kiskakas gyémánt félkrajcárja című borzasztó perverzés visszás mesét legyetek kedvesek, töröljétek a köztudatból. De a piroska és a farkast is, hiszen a farkas gyomrát fölvágják. Hát az meg konkrét állatkínzás, viccesz tréfálkozol? Az, hogy lenyeli a nagymamát meg piroskán, az nem gond. Istenem, te komolyan, tehát tényleg megértem azokat, akik védik az állatokat, mondom még egyszer, megértem a vegánokat, megértem a vegetáriánusokat, de ez már nálam is túl van azon a határértéken, ami megérthető. Úgyhogy, drága hallgatók, szerintem írjátok meg, hogy nálatok hol van az állat és növényvédelemben az a határ, ami szerintetek még az egészséges határértéken belül van, mert lehet, hogy én vagyok ilyen nagyon elfajzott, és én gondolom túl ezt az egész történetet, de ezen most tényleg kiakadtam egy kicsit. Na, jó, oké, várjuk az üzeneteket. 0620 97 8 97 85-ös. A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Café horoszkóp. Nagyon mély érzéseket hozhat a felszínre a mai nap. Most mindenki kicsit sérülékenyebb, sértődékenyebb lehet egész nap. Köztük te is. Figyelj erre tudatosan, és csodás napod lesz a horoszkóp szerint. Kedves Kos, adódhat a mai napon egy szituáció, aminek megoldásához nem csak a józan észre, hanem a fantáziádra is szükséged lehet. Engedd hát szabadon a képzeletedet, mert egy váratlan helyzet éppen olyan kreatív személyiséget igényel, mint amilyen te vagy. Kedves Bika, ma valaki keresztezi a szándékaidat, és igyekszik valamilyen módon akadályokat görgetni eléd. Lehet, hogy meg kell küzdened vele, de esély van arra is, hogy egyszerűen elkerülöd az illetőt. A Skorpióban jár a Hold,
és erős intuíciót ad. Figyelj rá! Kedves ikrek, döntened kell egy helyzetben, és ez most nyomaszthat. Már egy ideje őrlődsz két dolog között, és nagyon nehezen sikerül elindulnod az egyik vagy a másik irányába. A mai nap egy előérzet, egy hír vagy egy váratlan esemény hatására szinte megvilágosodsz, innentől pedig pontosan tudod, mi a helyes irány. Kedves rák, ma még a Skorpióban jár a hold, de ez csak a kisebbik kedvező hatás. A nagyobbik, hogy tegnap óta már a Merkur és a Vénusz is a rákban folytatja égi útját. Minden adott tehát, hogy szerencsésen alakuljanak az ügyeid. Kedves oroszlán, ma történhet valami, amivel nem számoltál. Mérlegelj, hogy mennyit ér meg neked ez a dolog. Ha vitába szállsz a másik emberrel, egészen biztosan csak rontasz a helyzeten, mert az illető csak még inkább megmakacsolja magát, és nem változtat a viselkedésén. Kedves szűzjegyű, ma valaki félreérthet, vagy szándékosan magyarázhatja félre a szavaidat, tetteidet, amely miatt kellemetlen helyzetbe keveredhetsz. Mintha a másik direkt keresné most az okot a sértődésre. Készülj fel, hogy tisztáznod kell magadat. Kedves mérleg, ma fogalmazd meg bátran a véleményedet, vagy ha nyomja valami a szívedet, mert ez a nap kifejezetten alkalmas az érzelmi konfliktusok, félreértések tisztázására. Legyél azonban nyitott arra is, hogyha valaki más ugyanígy tesz. Kedves Skorpió, bár néha hajlamos vagy megfeledkezni róla, de mindennel rendelkezel, amire igazán szükséged van. Törekedj megtalálni, meglátni és megélni a pozitívumot, különösen most, amikor a kapcsolataidnak különleges jelentősége van. A Skorpió hold értékes meglátásokat ad. Kedves nyilas, ma semmiképpen ne menekülj el egy esetleges feszült helyzet elől. Állj meg, és bátran fordulj szembe vele. Ne halogass, mert az most nem vezet célra. Inkább teremts tiszta és egyértelmű helyzeteket. Kedves Bak, ma érdekes emberekkel találkozhatsz. Te nehezen engedsz az eredeti elképzeléseidből, pedig most lehet, hogy szükség lenne rá. Jobb, ha te döntöd el, miben hozol kompromisszumot, és nem rákényszeríted a másikra az elképzeléseidet. Drága vízöntő, igyekezz kedves lenni mindenkivel még akkor is, ha lesz olyan, aki a viselkedésével vagy a szavaival, mintha direkt provokálna téged. Mondjon, tegyen bármit, próbáld meg elengedni a füled mellett legalább a mai napon, egyszerűen ne vegyél tudomást róla. Kedves halak, vedd figyelembe, hogy az érzelmek most könnyen elvihetnek, és emiatt talán szélsőségesen viselkedhetsz. A vízelemű energiák hatására veszítheted el a kontrollt. Próbálj meg minden helyzetben elszámolni 10-ig, és főleg racionalizálni. Vizsgáld meg, valós-e a probléma. Brit tudósok megállapították, hogy vannak, akik nem hallgatják a Forrás Cafét. A jelenséget még ők sem értik. 7 óra után 43 perccel megérkezett hozzánk Hittaler Andi, és amilyen lassan indult ez a szám, annyira jó dinamikája volt nekem, ez tetszett, bejött. Yeah, boyfriend, azt hiszem ez volt a címe. Igen, már nem azért jött be, hanem már jó volt a dinamikája. Még jó, hogy hasonló témára beszélgetünk adáson kívül. Igen. Sziasztok, jó reggelt! Hello. Na de én most átkanyarodok máshova. Hát ezt tudjuk, hogy a brit tudósok azok mindent is meg tudnak állapítani, de most amerikai kutatókról hoztam egy hírt, ugyanis a Harvard kutatói azt állapították meg, hogy lehet, hogy űrlények élnek köztünk. Ez biztos, hogy így van. Ezt... Szerintem is így van. Tehát ehhez nem kell kutatónak lenni, hogy ezt megállapítsa valaki. Már csak azért is, mert hogy hol van a Föld, ugye, az űrben. Tehát ezek szerint űrlények vagyunk. Mi is űrlények vagyunk, igen. Köszönjük szépen. Lehet így nézni, igen. Bár vannak olyan embertársaink, akikről biztos, hogy feltételeznénk, hogy azok, meg hát ugye a Men in Black-ben is volt ilyen, hogy hány sztár, ugye, űrlény, mint tudjuk. Igen, igen. Tehát elvétve azért itt vannak köztünk valamilyen áruhában. Na de mit állapítottak meg ezek a kutatók? Azt mondják, hogy az intelligens lények akár Föld alatt, akár a Holdon rejtőzködhetnek, de még az is elképzelhető, hogy embernek álcázva köztünk járnak. Bár elismerik, hogy sok tudós szkeptikusan fogadja majd ezt a felvetést, arra kérik a tudományos közösséget, hogy nyitottan és alázattal vizsgálják meg az állításaikat. A kutatók kifejtették azt is, hogy elképzelhetőnek tartják egy ősi, magasan fejlett emberi civilizáció maradványainak jelenlétét közöttünk. Ezek a maradványformák évezredekkel ezelőtt fejlődhettek ki.
És hát ugye itt azt is mondják, hogy nem emberi, föld alatti civilizáció él a bolygónkon, intelligens lények, akár ismeretlen dinoszauruszok leszármazotta is lehetnek. Aha, magyarul akkor azt kell várjál, még nincs vége, figyelj, a kutatók emellett olyan rejtett lakókat is említenek, akiket tündérekhez vagy angyalokhoz hasonlítanak. Hála az égnek, végre, hát én ebben biztos voltam, hogy így van. A múltkor akkor ezek szerint a Yeti jött velem szembe, és sétáltatta a csupa kabráját. Tehát, hogy ez történt, világos, tehát nem csak egy büdös nagy, na mindegy, volt egy nagyon ronda kutyával, hanem ez maga volt a Yeti egy csupa kabrával. Aha, értem. Igen, na hát itt már egy kicsit szerintem túlzásba estek, még azt, hogy esetleg tényleg valahogy közöttünk vannak az űrlények, még azt talán így el tudja fogadni az ember, jó, aki nem hisz benne, nyilván nem, de hogy itt már, hogy tündérek meg angyalok, hát nem tudom, érdekes, hogy úgy közöttünk élnek, hát mindegy, ők tudják, de nem tudom, ezt miből állapították meg egyébként. Mit mondtál, hogy honnan vannak ezek a tudósok? Harvard. Harvardról. De ők azok a tudósok, akiket kiutasítottak Nagy-Britanniából, mert már annyi hülyeséget hordtak össze. A föld alatt lévő Harvard kutatók egy titkos bunkerban vizsgálják. Azért így kíváncsi lennék erre a tudományos, nem tudom, feltárásra. Tehát mi alapján? Tehát, hogy honnan találtak egy tündér szárnyat? Vagy Mi alapján következtettek erre a dologra? Nem tudom, ez nem volt a cikkben benne egyébként. Amúgy nyilván terjednek ilyen hírek már nagyon régóta. Biztos mindenki hallott már az 51-es körzetről, állítólag az valóban létezik. Nem tudhatjuk, nem véletlenül foglalkoznak ezekkel annyit. Nyilván vannak UFO kutatók is. Én azt a múltkor nektek is mondtam, hogy most egy ekkora világűrben nem gondolnám, hogy mi vagyunk az egyedüli lények, ugye csak a Földön, úgyhogy nyilván ezekben van valamennyi ráció, nem tudom, én még nem találkoztam Földön, legalábbis nem vallotta be. Nem tudod, hogy várjál, nem tudod. Az is lehet, hogy itt a stúdióban is az egyik ja, lehet. Tehát, hogy ezt nem tudhatjuk. Jó, most majd figyelni foglak titeket. Megkérdezzük. Hát ezért van ilyen fura fejformám. Majd írok ilyen kis jegyzeteket innen a hírszerkesztőből, hogy lemehozlak benneteket. Bejelentesz. Aha, értem. Titkos info. Én vagyok a magyar titkos informátor a Harvardon. Hittoler Andrea, a NASA és a Harvard közös munkatársa, ő az, aki itt felfedezi a dolgokat. Igen, hát ez minden esetre tényleg érdekes, meg hát nyilván, amiről te is beszélsz, Andi, hogy van egy folyamatosan bővülő univerzumunk, amiben tényleg nehéz azt elképzelni, hogy csak mi vagyunk az egyetlen intelligens lények, és hát bízom benne, milyenek? Hogy ez... Hát ez az, tehát hogy ebben bízom én is, hogy nem ez a csúcs, vannak ahova nekünk sikerült eljutni. Vannak, föl lehet fedezni. Föl lehet fedezni. Jó, de hogy sok esetben például itt van ez a szúnyog probléma, ami engem most kiborított. Nem biztos, hogy mi vagyunk az intelligens lények. Hogy hanem a szúnyogok. Hát de most figyelj, tönkretesszük magunk körül a természeti formát, és akkor persze, hogy szúnyogok meg mindenféle lények, állatok ellepnek bennünket, mert hogy ők azért próbálnak még hadakozni. Tehát, hogy most bele nyúlunk ugye egy körforgásba, amit tökéletesen működik, persze, hogy magunk ellen fogunk ártani. Hát az ember az egyetlen egy olyan életforma, ami folyamatosan azon küzd, hogy különösebbnél különösebb módon írtsa ki teljes önmagát. Tehát, hogy mi miről beszélünk? Ugye van egy orvostudomány, hát ami azon küzd, hogy hát bizonyos ebből a szempontból szerintem hát a megfogalmazás nem. Alapján az. Hát de... meg van különbség intelligens meg okos között szerintem. Tehát, hogy igen, itt a szúnyogoknál a fecskeírtás volt az, ami a legnagyobb problémát is jelentette, hogy ugye így ez a körforgás így megszűnt, hogy ők ugye természetesen ugye pusztították a szúnyogokat, annyit hagytak, amennyi ugye volt, és akkor most, hogy ugye a fecskefészkeket leverik folyamatosan, mert hogy ugye nyilván nem jó dolog, hogy összepiszkítják az ablakot, de hát akkor, ha belegondolunk ebbe, ugye? Hát nekünk minden áldott reggel összepiszkítják az autót, mert hogy ott állunk a fa alatt. Hát akkor mi átmegyünk a fa alól valahova máshova, és akkor nem fogják összepiszkíteni. Vagy kivágjátok a fát. Vagy kivágjuk egyértelműen. Arrébb helyezitek a fát. És igaz, akkor legalább össze se kell söpörni a levelet. Na pláne, igaz, hogy valami, nem tudom, 10 fok különbséget érzünk alatta és igen. A tűzőnap között, de mindegy, vágjuk igen. Ki, ezzel így biztos jobbat teszünk meg. Hát komfortosabb lesz az életünk, egyértelmű. Igen, igen. Hát mi azon szoktunk nevetni, aki
Kittivel egyébként, hogy biztos, hogy onnan föntről így néznek minket, hogy nézd már ezek a hülyék megint mit csinálnak. Igen, a párom pont tegnap mondta, hogy ő már nézi, hogy hova álljon, hogy 5 centivel hátrébb, vagy hogy legyen, hogy elkerülje, de mondom, figyelj, tök felesleges, úgyis oda fogja ontani magából, mert ott vagy, tehát, hogy tök mindegy, hova állsz. Szereti azt a színt, az igen, vonza. Igen. Hát igen. Szóval... Megfesti. Köszönjük szépen, hogy ismételten közelebb kerülhettünk egy újabb földön kívüli életformához. Valaki eljutottunk a madárpiszokig, tehát teljesen jó. Tehát, hogyha valaki földön kívülinek érzi magát, az legyen kedves megírni nekünk SMS és Viber számunkra, ahova a játék kérdése is küldhetitek a választ. Tündérek is jelentkeznek. Az a bajom, hogy attól jobban félek, hogy orkok hamarabb fognak jelentkezni, mint földön kívüli lények. Szóval, hogy 0620 97 8 97 8 5-ös, és a következő óra elején megérkezik vendégünk is, Herzog Ricsi, aki... Nem, az majd 9-kor lesz. Jézuska, hát még csak 8 óra van, én azt hittem... Nagyon menni akar már haza. Én azt hittem, hogy egy órával később vagyunk. Tehát beharangoztuk Herzog Ricsit 8 órára. Ricsi, nyugi, ne kapkodj, elég, ha 9-re ideérsz. A lényeg, hogy várunk Polgár itt a stúdióban. Polgár Zsigmond jön 8 órára. Prima primissima díjról fogunk beszélgetni. Úgyhogy maradjatok velünk. Forrás Kafé. Jó kedvre hangol. Jó reggelt, 8 óra 3 perc van már, és ugye a Víz Zene Virág Fesztivál hivatalos rádiójaként köszöntjük most a hallgatóinkat. Jó munkát mindenkinek, na meg jó közlekedést, hogyha van útinformációtok, akkor küldhetitek hozzánk 0620 97 8 97 8 5-ös, az SMS és Viber számunk, és ha már a Víz Zene Virágról egy pici szót ejtettem, akkor ejtsünk egy pici többet, mert hogy van egy játékunk ezzel kapcsolatban. Így van, ahogy mondod, június 17-e és 28-a között egészen pontosan, 2 hetes játékról beszélünk egészen pontosan, és a játéknak a lényege az az, hogy minden nap nyári Mikulásunk Pisti délutánonként sorsolni fog köztetek egy-egy páros belépőjegyet, abban az esetben, hogyha helyes megfejtést adtok a kérdésre, amit mi itt elkezdünk a nap elején nektek taglalni. Minden nap nagyon-nagyon nehéz, komoly kérdés. Küzdős. Nagyon magas lexikális és zenei tudásra van szükség ahhoz, hogy ezeket meg tudjátok fejteni. A mai kérdésünk például a következő, egészítsd ki azt a bizonyos mondatot, ami elhangzik egy dalban. Apu, vedd meg nekem a na de mit? Az A válasz lehetőség szerint esetleg a várost? A B válasz lehetőség szerint talán a kocsit? A C válasz szerint esetleg a giroszt? Vajon mit énekelt meg nekünk a Well Hello ebből a 3 opcióból? Na hát erre várjuk a mai napon a helyes megfejtést. A 0620 97 8 97 8 5-ös SMS és Viber számunkra, illetve egész a nap... Saját nevetekkel együtt, ez még nagyon fontos, hiszen a sorsolás anélkül, hogy nem tudjuk, hogy milyen nevet mondjunk be, nem nagyon tud létrejönni. Ugyan viszonylag nehéz, így van. És azt akartam még mondani, hogyha egész nap olyan előadót hallottok itt a Forrás Rádióban, aki szerintetek a Víz Zene Virág Fesztivál egyik fellépője, na hát akkor is küldjétek meg nekünk az előadónak a nevét, illetve a saját neveteket is ugyanerre az SMS és Viber számra, és akkor még nagyobb lehetőségetek van nyerni. It's magic! Varázslatos játék, itt a Forrás Rádióban. Szóval tényleg írjátok meg nekünk üzenetben, és gyertek el, találkozzunk, és bulizzunk egy jót a Víz Zene Virág Fesztiválon. Egy jó nagyot, egy jó hosszút, mert hogy péntek, szombat, vasárnap kifogyhatatlan lesz a buli. Tök jó nekem, mert annyira hiányoznak ezek a közösségi rendezvények egyébként. Olyan nehézkes volt az elmúlt évek során, hogy az emberek így összeüljenek, és most azt látom, hogy végre újra elkezdtünk oldódni, és egyre jobban kezdünk visszaszokni a jó közös mulatozásokra, és ezt szeretem. És ehhez most akkor lesz is bőven tér meg alkalom, ugye Víz Zene Virág Fesztivál Tatán június 28-29-30, tehát a következő hétvége, ami június utolsó hétvégéje. Itt pedig még pár nap így a hétből, és akkor a vakáció már teljes egészében kirobban, így az iskolások körében is. Na, és akkor a következő órában pont a Víz Zene Virág Fesztiválhoz kötődően Herzog Ricsi is érkezik majd hozzánk, úgyhogy vele is fogunk beszélgetni, és most, aki pedig megérkezett, a Hordán Zsigmond úr, ő pedig a Prima Primissima témakörében fog bennünket beavatni, ugyanis megvan a jelöltek listája, és hogy kik lesznek ők, akikre lehet szavazni, és hogyan is lehet ezt megtenni.
ezt nem sokára akkor most megbeszéljük, megtudjuk tőle. Egy kis zenélés következik, nem tudom, mivel indítod DJ Imi a sort. Mr. és Mrs. Presence, The Girl Next Door, ez következik itt a Forrás Caféban. Na nekik aztán nincs ki a négy kerekük, akik az utitársaid lesznek ma reggel, a természet szerelmese Ölvedi Réka, és akit a benzingőz csapott meg, Borsodi Imre. Így is van, visszavárunk, és 8 óra utána vagyunk 14 perccel, és beszélgetünk egy kicsit Bordán Zsigmonddal a Prima Primissima díjról, amit idén a 19. alkalommal adnak át itt a megyénkben, hogyha jó az információm. Igen, igazából ez lenne a jubileumi év, csak a Covid miatt egy év kimaradt, akkor nem rendeztük meg a Prima díj átadó gálát. Hát az idén is megtartjuk szeptember 13-án, és örömmel jelenthetem be, hogy megvannak a jelöltek. Ez egy nagyon jó hír, igen, és még az is egy jó hír, hogy nálunk, tehát most fog elhangozni először, ugye, ez a névsor? Igen, igen, mert ugye van ennek egy protokoll része, tehát amikor megtörtént a döntés, akkor nyilván kiértesítjük a jelölteket, megkérdezzük tőle, hogy elfogadják-e a jelölést, és hát amikor ezek a válaszok visszaérkeznek, akkor utána lehet nyilvánosan közzétenni, mert ugye manapság a személyiségi jogok azok nagyon fontos dolgok. Abszolút, abszolút, ezeket óvjuk, védjük mi is. És hogy vannak a jelöltek? Meglepődnek? Van, aki esetleg visszautasítja? Én azt gondolom, hogy nagyon jól vannak, mert ez egy jó hír a számukra, és mindenki tehát örömmel fogadta a hírt. Akkor nem volt visszautasítás, nem, szerencsére. Nem. No, hát akkor... In medias res. Igen, igen. Nagyon kíváncsiak vagyunk erre a listára. Hát azért kezdjük az elején. Jó, kezdjük. 102 jelölt közül választottuk ki azt a 10-et, aki meghívást kap a Prima gálára, ami ugye már említettem, szeptember 13-án lesz a Jászai Mari Színházban. Hát ugye egy 10 kategória van, és ugye kategóriánként eltérőek a jelölt számok. Hát például a legnépszerűbb az a oktatás és köznevelés, ott 22 jelölt volt, sportban is 20 jelölt volt, úgyhogy ezek a sláger számok, és nem könnyű kiválasztani a kategóriájának a győztesét tulajdonképpen, tehát a legjobbat, aki a kategóriában legjobb lesz, és ugye ő lesz a Prima díj jelöltje. Hányan dolgoznak azon, hogy mégiscsak egy ilyen lista kialakulhasson? Hát ez úgy történik, hogy van egy egyeztetés szakemberekkel, akik ugye mi vállalkozók vagyunk, nálunk jobban értenek a megye kulturális életéhez, és amikor ők javaslatot tesznek arra, hogy ők kiket javasolnak, tehát van, amikor nem egyértelmű, hanem egy-két javaslat van egy kategóriából, akkor tulajdonképpen az ő jelenlétükben, az ő segítségükkel a VOSZ elnökség dönti el, hogy ki lesz a Prima jelölt. Van egy lista, ami alapján kiválasztják azt, aki esetleg megkapja a Prima díjat, aminek a feltételeinek meg kell felelni? Ez úgy működik, hogy ugye mikor áprilisban itt voltam a rádióban, akkor felhívást tettünk arra, hogy jelöljenek. Így van. Most a jelölések megtörténtek. Ez azt jelenti, hogy aki egyszer jelölést kap, az mindaddig, amíg nem lesz Prima díjas, bennmarad a jelöltek között. Tehát, hogyha 15 évvel ezelőtt kapta a jelölést, akkor is benn van a jelöltek között. Tehát gyakorlatilag ő bármikor választható. És azért frissül ez a lista. Természetesen évről évre frissül, és hát zömében mindig a friss jelöltek közül kerülnek ki azok, akik aztán végül is a Prima gálán részt vesznek. Tehát akkor úgy van, hogy érkezik jó pár név, de akire több szavazat is érkezik, akkor ő azért előrébb kerül. Hát így van, és hát igyekszünk ugye mérlegre tenni az, hogy tehát összehasonlítani a jelölteket. Nagyon sokszor nehéz helyzet van, mert nüansznyi különbségek vannak, meg hát mindenki kiváló, aki már jelölésre kerül. A saját bárki, területén. Saját területén, igen. Bárki megérdemelni, hogy bekerüljön ide. Szuper. No, hát akkor szerintem... És akkor hány kategória van? 10 kategória van. Hát mi igyekeztünk kategóriák szerint
összeállítani a listát, bár gyakorlatilag országosan ez eltérő, mert van olyan megye, ahol azt mondják, hogy ők nem akarják a körtét az almával összehasonlítani, hát mert ugye 10 jelölt közül csak 3 prima díjas lehet, tehát hogy az most melyik kategória győztese lesz, azt ugye nagyon nehéz eldönteni, azt majd a támogatók szavazatai döntik el, tehát mi nem is próbáljuk meg ezt összehasonlítani. Tehát akkor már előre szaladtunk, hogy a prima díjasok azok lesznek, akik a támogatók szavazatai alapján a legtöbb szavazatot kapják. Illetve hát a közönség is részt vehet, illetve a hallgatóság is részt vehet. A közönség díj az egy másik dolog, tehát akkor annyit még elmondok, hogy az idei évtől a korábbi 1 millió forint helyett 2 millió forintot kapnak a prima díjasok, tehát a 3 prima díjas, és a közönség díjra marad az 500 ezer forintos díj, ami a közönség díj után jár. Na most a közönség díjas valaki úgy lehet, hogyha a Kemma felületén, illetve a Forrás Rádió felületén leadja a szavazatát, és a végül összesítésre kerül, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az lesz a közönségdíjas. Akkor érdemes lesz figyelni a mi oldalunkat is, és szavazni. Na, akkor megtudhatjuk a neveket? Nagyon izgatottan várjuk. Magyar irodalom kategóriába az Új Forrás folyóirat a jelölt, 55 éve működnek, és ugye hát megye határokon is túlmutató tevékenységük van, hát a megye irodalmi életének gyakorlatilag az ászlós hajója. A Magyar Színház és Filmművészet kategóriában Danisli Lívia a színművésznő, aki szintén nagyon sok díj tulajdonosa. Itt 2 alkalommal is megválasztották a közönség a Jászai Mari Színház legjobb színészének, úgyhogy gondolom, hogy nem érdemtelenül került be a 10 közé. Magyar Képző és Iparművészet Varga Benedek grafikus, aki a grafikai munkáin túl, tehát egyrészt a tatabányai képzőművészeti szakkörnek a vezetője, és mint oktató tanítja a fiatalokat a rajz grafika szépségeire. Magyar tudomány kategóriába dr. Szakál Ignác Imre kardiológus főorvos Komáromból, aki szintén nagyon nagy tekintély itt a megyében a szakmai szempontból. Magyar oktatás és köznevelés kategóriába Neizer András került be, aki egy közösségépítő, tehát gyakorlatilag az esztergomi közösségi életnek a rugója, mozgatója. Magyar építészet és építőművészet kategóriába Dankó Kristóf, ő a Dorog és térsége főépítésze, akinek a nevéhez fűződik például a Dorog központi arculatának, tehát közintézményeinek, utcáinak a modernizálása. Magyar sajtó kategóriába Szőcs István szerkesztő újságíró, aki szintén öreg motoros, 1985 óta dolgozik akkor még Dolgozók lapjánál, most a 24 óránál. És a magyar sport kategóriába Csapó Károly, akit azt gondolom, hogy itt a megye labdarúgás szerető közönségének nem nagyon kell bemutatni. Sokszoros válogatott, kiváló és jelenleg a szakosztály vezetője a frissen felkerült MB2-es csapatnak. Úgyhogy ők lennének a jelöltek, őrájuk lehet majd szavazni a közönség szavazás folytán. Szuper, hát akkor ezt az alkalmat mindenképpen ragadjátok meg, és ugye a vállalkozók a kulturális értékekért, ez a jelmondata, ugye a Prima Primissima díjnak itt a megyében is, ami azt jelenti, hogy hát a vállalkozókat azért bíztatjuk arra, hogy segítsék ezt a díjat, ezt a díjátadást, ezt a gálát. Igen, minden évben, amikor már megvannak a jelöltek, tehát a jelöltek nevével ellátott támogatáskérő levelet küldünk ki azoknak a cégeknek, akikre számítunk, hogy vegyenek részt ebbe a nemes ügybe. Ez azt jelenti, hogy az ott összegyűlt támogatások bekerülnek gyakorlatilag a megyei VOSZ elnöki keretbe, és ebből finanszírozzuk a
prímadíj jelöltjeit, ami jelen esetben ugye 6,5 millió forint, és amennyiben lehetővé válik, eddig többségében sikerült, akkor még egy külön díjat is tudunk kiadni, ami 250 ezer forint. Tehát ugyanolyan prima díjnak számít. Tehát az égbetörő íjász, a szimbóluma gyakorlatilag a megyei prima díjnak is ugyanaz a művész alkotása, mint amit az országoson is átadnak. Tehát gyakorlatilag ezt a kvázi megyei Oscar díjat minden jelölt megkapja, a pénzösszegek változnak. Szuper, és akkor ehhez hozzá lehet még mindig járulni, és várják még a jelentkezőket. Most küldjük majd ki a támogatáskérő leveleket, és arra biztatok mindenkit, akinek lehetősége van erre, támogassák ezt a rendezvényt, hiszen ez egyedüli olyan rendezvény, ami hatalomtól és politikától függetlenül a szintiszta teljesítményt díjazza, hiszen a vállalkozók adják ezt az összeget. Ez egy szép kezdeményezés, úgyhogy tényleg arra kérünk mindenkit, hogy aki teheti, járuljon hozzá ehhez a támogatási rendszerhez, illetve hát azoknak, akik pedig meg vannak nevezve, nekik sok sikert kívánunk. Még azért annyit elmondanék, hogy ez az eszme, ez az egész Demján Sándortól indult el, aki megálmodta és létrehozta 2003-ban a Prima Primissima díjat, és ugye ennek a kis testvéreként jöttek létre aztán a megyei Prima díjak, neki is az volt az elve, és azért azt meg kell mondani, hogy az első 10 éven keresztül, tehát ő a magánvagyonából finanszírozta a Prima Primissima jelölteknek a díjazását. Köszönjük szépen az információkat, akkor figyeljétek majd a Forrás Rádió felületeit, hiszen lehet majd akkor itt is szavazni, és ezzel is hozzájárulni a megyei díj átadásához. A Prima Primissima díjról beszélgettünk Pordán Zsigmonddal. Köszönjük, hogy itt voltál. Akik a ma reggelt is neked főzték, Ölvedi Réka és Borsodi Imre. 8 óra után vagyunk 36 perccel, és hát ragyog kint a szóval, hogy a napsütés, a napsugarat akartam mondani. A napsütés ragyog, maga, önön maga, fönn az égen, égboltozaton. És te jó magad, hogy vagy? Igen, jaj, ne fussunk neki még egyszer ennek a pofonnak. Szóval jó idő van, és egyre jobb lesz, ahogy ezt így elnézem, meg itt érezzük a stúdióban. Ugye az is egy nagy kérdés lehet, Imi, hogy szerinted van-e rád hatással az, hogy neked van-e tesód, milyen tesód van már, mint hogy milyen nemű, mikor született, te voltál-e az első, vagy te hanyadikként érkeztél. Szerinted ezek befolyásolják a jelenlegi kapcsolataidat? Hát a jelenlegi kapcsolataimat, hogy befolyásolják-e, azt nem tudom. Az, hogy milyen ember lettem, azt biztosan befolyásolják, azt tuti. De akkor a mondjuk a kettő valahol is összefüggésben igen van. Ja. Hát igen, akkor a válaszom igen, befolyásolja. Hát képzeld el, hogy egy tudományos kutatás eredménye. És honnan származóak a kutatók? Reméljük nem Britanniából. Hát mindjárt megnézem. Hát ez most épp így most rögtön nem is látom, hogy okay, honnan tehát származik. Egy kutatás? Ez egy mellékes dolog lesz. De az állítólag tény, hogy befolyásolja a felnőtt kapcsolatainkat a születési sorrendünk. Tehát, hogy elsőnek érkeztél, másodiknak, vagy harmadiknak, vagy hát még lehet folytatni, vagy hogy valaki egyke, tehát nincs testvére. Uh-huh. Na de azért nem ennyire szimpla ez a dolog, mert meg van bonyolítva úgy is, hogyha mondjuk 7 év az eltérés, ugye az elsőszülött és a következő között, akkor ott már szinte olyan, mintha egykeként lehetne kezelni a másodikat. Tényleg? Ekkora, uh-huh, ekkora korkülönbségnél ez ennyire megváltozik? Igen. De érdekes. Igen. Úgyhogy azért nem annyira egyszerű ez a képlet, de minden esetre nagyon tanulságos lehet. Te azt mondtad, hogy elsőszülött vagy, ugye? Aha, így van. És egy hugod van? Van egy hugom. Egy hugod van. És hány év a korkülönbség köztetek? 6. Na, akkor az épp egy ilyen határmesdje ezek szerint. Az első szülöttekre ugye jellemző szokott lenni az, hogy lelkiismeretesek, túlzott gondoskodás, dominancia, többségében ők az ambíciózusak, és rendkívül szervezettek a mindennapi feladatokban. Ez mennyire jellemző rád? Hát van, ami jellemző rám, de ez a legutóbbi, na ez abszolút nem. Viszont az, hogy szeretsz irányítani, felelősségteljes vagy, és jó vezető.
Hát ezeket meg szerintem nem nekem kell magamról megállapítani, hanem másoknak. Vezetni, ja. Hát az autót, azt jól vezettem. Úgyhogy vezettél, igen. végül is igen, végül is elmondható rólam, hogy ezek jellemzőek. Az ambiciózus, ja, az is. Igazából az extrovertáltság, ami szerintem rám tipikusan jellemző. Uh-huh. Na, és akkor most itt az a kérdés, hogyha csak kettő gyerkőc van a családban, akkor ugye ott most nem középső van, hanem kicsi. Tehát van a nagyobb, meg van a kisebb. Így van. Tehát ott akkor ugye a középső kiesik, úgyhogy akkor most a középsőt... Most akkor jössz te, mert neked van két tesód. Igen, nekem van két tesó, de a harmadik az furfangos, ebből a dologból adódóan, hogy 14 év a korkülönbség köztem és a kis húgom között. Aha. Tehát ő már mindenképpen egykének számolandó, így ebből a szemszögből nézve. A középsőre az érvényes, hogy állítólag ő érzékeny, alkalmazkodó, ugye hát ez így egyértelmű, nem hiszem, muszáj alkalmazkodnia. A másodiknak eleve muszáj alkalmazkodnia, tehát az elsőnél azért ott vannak még különböző ilyen privilégiumok, ami a másodiknál már eltűnik szerintem. És nagyon jó közvetítő, ugye ezt így ki is szokták játszani azért a tesók szerintem, hogy ő a békítő, meg ő viszi a szálakat infókat egymás között, és hogy a kiforrott egyéniségük nagyban függ attól, hogy hányan voltak gyermekek a családban. Minden esetre az biztos, hogy kivételes kompromisszumkészséggel rendelkeznek a középső gyerkőcök. Hát muszáj nekik, mert valahogy nekik túl kell élni egy időszakot. Igen, igen, igen. Na és akkor a legkisebbekre pedig az jellemző, hogy hát a legtöbb sztereotípia végül is őket érinti. Tipikus jellemzők között van az, hogy ugye ők kapják a legtöbb babusgatást, a megbecsülést a rokonoktól, tehát ezért kevésbé felelősségteljesek és hajlamosak a belekényelmesedni a gondoskodásban, és emiatt ritkán vágynak arra, bármilyen téren, akár egy párkapcsolatban is, hogy átvegyék az irányítást. Tehát ők inkább így el vannak, őket jobban lehet irányítgatni. Hát ez nagyon érdekes. Igen, és hogy a kapcsolataikból ebből adódóan gyakran gondtalanok, könnyedek és vidámak tudnak lenni, mármint a kisebbek a harmadik, vagy ugye a többedikek. És akkor még ott vannak az egykék is, akik meg hát ugye gyakran megkapják azt, hogy ők önzők, elkényeztetettek, nehezen illeszkednek be a közösségbe, ám sokkal inkább igaz rájuk azok a vonások is, hogy ami az elsőszülötteket jellemzi, mert hát végül is elsőszülöttek. Így van, tehát nincsen utánuk senki. Igen. Tehát vannak ilyen kereszt kapcsolódások azért, átfedések, de nagyon izgalmas ez a tanulmány, meg ebből születtek könyvek is. Tehát, hogy akiket érint, meg érdekel ez a téma, szerintem nagyon izgalmas, és ilyen sok aha élmény jön, amikor az ember ezeket olvas, hogy aha, tényleg így viselkedünk a húgommal. Ez valóban érdekes. Na, hát kérdezzük meg a hallgatókat, hogy rájuk melyik jellemző ezekből, hány tesótok van egyrészt, és hogy mik azok a személyiségvonások, amik jellemzőek rátok, meg hogyha valaki esetleg ikertesóval rendelkezik. Szerintem az is egy izgalmas lehet, úgyhogy ha ilyenek vagytok, akkor ezt írjátok meg nekünk SMS és Viber számunkra 0629789785-ös. Forrás Café! Velünk a műszak is könnyebben indul! 8 óra 49 van, és mi még mindig veletek vagyunk, de hát ezt már megszokhattátok, hiszen mindig veletek vagyunk, és hát a rendőrök is velünk vannak a mai napon nagyon nagy létszámban. Egészen pontosan az élő térképünk alapján Kisbéren dolgoznak a rendőrök egyrészt a Széchenyi utca, Komáromi utca környékén, aztán vannak rendőrök Dadon, egészen pontosan a Dózsa-György utcában dolgoznak szegények ebben a hőségben, és hát Oroszlányban is dolgoznak, a Mindszenty utcában, reméljük, hogy nem süti nagyon őket a nap, és itt vannak köztünk Tatabányán is. Tatabányán több helyen is jelzik őket, a Síkvölgyi út környékén vannak. Van egy kereszt utca a Síkvölgyi temető után, és ott mutatják az útnak a mind a két végén a rendőröket, úgyhogy ha ezen a környéken közlekedtek, akkor vigyázzatok magatokra, illetve a Dadi út Kocsról kifelé Dad irányában szintén pirosan jelölik ezt az útszakaszt, úgyhogy valószínűleg ott is van valami olyan közlekedési esemény, ami miatt nehézkes a közlekedés.
És nem nehéz tőlünk nyerni páros belépőjegyet a Vízzene Virág Fesztiválra, mert hogy folyamatosan játszunk, és majd délután, a délutáni csúcsban Pistinél lesz a sorsolás. Egy páros belépő, tehát ma is a tét, mint ahogy minden nap egészen a Vízzene Virág Fesztivál kezdetéig, szóval jövő hét péntekig játszhattok velünk. Van egy nap kérdése minden napra vonatkozóan, illetve amikor bármikor meghalljátok valamelyik előadót, amelyik érkezik majd a Vízzene Virág Fesztiválra, és tudjátok, hogy ő jön, akkor elküldhetitek nekünk az előadó nevét, SMS-ben vagy Viber üzenetben, és így is bekerültök a játékba, úgyhogy érdemes bennünket hallgatni non-stop természetesen. És akkor a mai nap kérdése? Az úgy hangzik, hogy a Well Hello méltán ismert számának az egyik mondatának mi a vége, tehát ez így kezdődik, hogy apu, vedd meg nekem a... Az A válasz lehetőség szerint a várost, a B válasz lehetőség szerint a kocsit, vagy a C válasz lehetőség szerint az aluljáros giroszt. Szóval, hogy melyik lehet szerintetek a helyes választ? Ezt várjuk SMS-ben. A SMS és Viber számunk a 0620 978 9758-ös. A saját nevetekkel együtt küldjétek el a helyes választ, és délután Pistinél nagy izgalmak között lesz majd a sorsolás. Akik a reggeli kafét pörkölik, Ölvedi Réka és Borsodi Imre. És meg is érkezett hozzánk Herzog Ricsi. Jó reggelt! Jó reggelt! Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat! Víz, virág, zene, fordítva, Víz, zene, virág, fesztivál, 3 nap, és ebből te 2-ször az elején is és a végén is ott vagy. Ricsi, ez már egy ilyen hagyomány nálad, igaz? Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, és most már jó pár éve, itt a Covidot kivéve, így volt a történet, hogy mindig az első napon és az utolsó napon egy nyitót és egy zárót adhattam. Tavalyi évben már 2 különböző produkciót vittem a színpadra, idén is így fogok tenni. De jó, nagyon várjuk. És a szokásos formádot hozod, vagy erre most külön készülsz valamivel? Mindenféleképpen készülök külön egy-két új nótával is erre a rendezvényre. A szokásból egészen biztosan a mosolyomat fogom vinni, meg a harmonikámat, remélem. Jó? Tehát, az hogy mindig ez... nálad van, bár most a harmonikádat nem látom. Azt most nem hoztam el. Ez igen. Hiba volt. Igen. Ő most pihen, holnap kezdjük majd a hetet vele. Mindenféleképpen készülök újjal. Készülnek új dalok egyébként, tehát hogy annyira készülünk rá, hogy kicsit konkretizáljuk a dolgokat, hogy ezen a héten csütörtökön még Tarjánban, Godó Zoltán barátomnál, készülünk még 2 új dallal, ezek feldolgozások lesznek, és ezeket mindenféleképpen első alkalommal a Vízzene Virág Fesztiválon. De jó. Még nem tudom, hogy melyik nap, de szeretném, hogyha debütálnának. Figyelj. Lehet mind a 2 nap? Hát, hogyha szeretnéd, akkor mindenféleképpen. Szeretném, igen. Így lesz. Oké, köszi. Herzog Ricsi nélkül nincsenek olyan borudvarok, meg nincsen olyan rendezvény, ahol Herzog Ricsi ne bukkanna föl egy harmonikával, akkora vigyorral az arcán, mint amekkorában most is itt ül velünk szemben. Jó sűrű nyarad lesz, Ricsi. Abszolút. Hála Istennek összeállt ez az év is, most már mondhatom, hogy ez az év is. Tavaly évben elindultunk, és nagyon sok munkával, nagyon-nagyon sok befektetett energiával és minden egyéb mással megyünk előre. Dolgozom rajta, fejlődünk, produkció, és én is azt gondolom, ami fontos, hogy jó irányba. Tehát, hogy ez a legfontosabb benne. Ahogy korábban is, amikor itt voltam nálatok és beszélgettünk, tehát balatoni piac, Komárom-Esztergom megyei piac és egyéb más piacok is szerepelnek benne, telítettek a hétvégék, van még azért egy-két szabad lehetőség a megrendelők számára, de telítettek a hétvégék, hála Istennek, és nagyon-nagyon örülök neki. Tehát, hogy látok, előre látok, tudok tervezni, és sorolhatnám ezeket a jó dolgokat, mind amik ezzel járnak. Na ez jól hangzik, és még a középtávú tervek, hiszen azért tényleg maga a zene, meg te, ez a karakter, ebben a kicsit svábos, kicsit németes, viszont kicsit magyar mulatos hangulatban is azért egy olyan karaktere vagy ennek a piacnak, ami egyedülálló. Próbálok az lenni. Próbálom megtartani, ami voltam, próbálom megtartani az, ami vagyok, és ami leszek. Tehát, hogy nagyon nagy, tehát, hogy ez egy nagyon okos és átgondolt mondat volt, tehát, hogy így, amit elkezdtem, azt mindenféleképpen szeretném magammal vinni. Nem szeretném ezt megváltoztatni, mert
azt gondolom, hogy akik járnak a rendezvényeimre és a bulijaimra, tehát kötnek valamihez, amit most te mondtál, Imi, tehát hogy ez a hangulat, ez a stílus, ez most azt gondolom, hogy hozzám is köthető már, és én ezt mindenféleképpen szeretném a jövőben is elvinni magammal. Azért azt hadd áruljam el, hogy mi viszonylag egy kultúrkörből származunk, tehát Ricsi is, mint sváb zenész, én meg mint sváb néptáncos, azért elég sokszor keresztezte egymást az életünk, és azt látom, hogy itt a régióban egészen sok fiatal követi még ezeket a hagyományokat, úgyhogy ennek egy része azért te is része vagy, ezt te érzed, hogy ennek felelőssége van, hogy ez megmaradjon? Próbálok ezért felelős lenni, és próbálom ezt felelősség teljesen teljesíteni. Nagyon fontos, hogy a fiatalok, akik most 18 évesek, és már 18 éves kortól, és már eljárhatnak szórakozni, adni nekik valami olyat a mai zenékből, a retro zenékből, az örökzöldekből, ami számukra is értékes, amit ők is tudnak énekelni, amire ők is tudnak táncolni, és amiért visszajönnek a legközelebbi rendezvényre, azért, hogy Herzog Ricsit, vagy éppen azokat a nótákat, amiket a Herzog Ricsi játszik, visszajöjjenek, és jól érezzék magukat rá. De ezek a zenék, ez a közeg, ez pont ez a mulatos, ez a táncos közeg, nem? Tehát a fiatalok is kaphatók arra, hogy ilyen zenére azért ropják. Abszolút, ugye sokrétét csinálom a zenének. Tehát ugye játszom az örökzöldeket, játszom a báli zenéket, játszom a komoly zenét, játszom a mulatos zenét, és ugye sokféle stílust ötvözök. Ahogy a Imi is említette előbb, ugye játszom a német-osztrák zenét, ezt általában ilyen októbertől veszem elő, novembertől veszem elő ezeket a történeteket, és akkor viszem magammal akár külföldre, akár belföldre. Sokféle stílus játszok, de abban teljesen igazad van, és ezzel egyet kell, hogy értsek, hogy az örökzöldek mellett, vagy éppen a nemzetközi slágerek mellett Magyarországon a mulatos zene örök divat. Igen, és a fiatalokat is nagyon-nagyon élteti. Én azt vettem észre, hogy amikor még ilyen bulis időszakomat éltem, és a húgom ugye még egy picit fiatalabb, mint én, hogy ők nagyon-nagyon szerették ezt a mulatos közeget. Abszolút. Volt egy olyan időszak az életemben egy pár évvel ezelőtt, amikor kitaláltam magamnak, hogy ezekből a zenékből fogok játszani, de akkor, hogyha szeretnék az emberek, és jönnek, és kérnek. Ugye az a jó produkciómban, ebben a Herzog Ricsi élő, önálló egyéni produkcióban, hogy ez egy élő produkció, hogy benne is van a nevében. Tehát, hogyha bárki szeretne nótát kérni, dal kérni, jön hozzám, ha tudom, teljesítem. Próbálok mindenkinek a szájízének megfelelni. És kitaláltam egy pár évvel ezelőtt magamnak, hogy maradunk a slágereknél, maradunk az örökzöldeknél, a mulatost kiveszem, mert nem szeretném, hogyha mulatossal egybe raknának, így ezt a Herzog Ricsi nevet, és hogyha nem lehet megcsinálni. Tehát rájöttem arra, nem akarom kimondani egy tatai szórakozóhelynek a nevén, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Tehát amikor jönnek, akkor 90%-ban mulatos kérnek, hiszen az éjszakában az emberek mulatni szeretnek. A mulatos zenében pedig benne van az, hogy mulatunk benne. Nagyon érdekes dolog, ezen a héten csütörtökön és vasárnap csütörtökön egy tatai pizzériában, Valentinóban, vasárnap délután a Gotwald kávézóban találkozhatunk fönt a Kossuth téren. Ide például abszolút mulatos zenét nem viszek. Tehát itt egy teljesen másik műsort viszek magammal. Itt örökzöldek vannak, egy pici komoly zene, egy pici beszélgetés a közönséggel tényleg. Tehát ide nem viszem, és ezt is szeretik az emberek. Ennek is van egy felvevő piaca, hála Istennek. Hát egy előadónak, egy zenésznek nagyon-nagyon fontos leszűrnie ugye azt a közeget, ahol ő van, és lehet, hogy felül kell írnia sok esetben akár a programot, mert hogy látod, hogy mondjuk itt most más társaság jött össze. Volt már ilyen? Teljes mértékben. Amikor új pályára megyek, és amikor mielőtt elkezdem a műsort, meg szoktam kérdezni a rendezvényszervezőt, hogy mire számítsak, milyen a közeg, mulatos, sváb, magyar, csárdás játszom is, és mindig valami irányt adnak, ott megpróbálunk elindulni. Ott, és hogyha érzem, hogy nem működik, ez nagyon hamar kiderül. Akkor váltunk ide, oda, amoda, jobbra, balra, előre, hátra, örökzöldeket játszunk, mindenféle egyéb stílust játszunk, megpróbálom, és amikor érzem, hogy valamire rákaptak, akkor azzal megyünk tovább. Nagyon fontos, hogy a vendégek vagyunk. Tehát színpadon vagyok, boldogok vagyunk, megcsináljuk, mosolygunk, nagy szeretettel, a legnagyobb szeretettel, de a vendégek vagyunk. És akkor a vendége leszel ugye a Víz Zene Virág Fesztiválnak is, ráadásul kétszer, ahogy ezt mondtad, a nyitó és mondjuk úgy a záró program végül is a tied. Pénteken 23:30, hát nem
nem kezdesz túl korán. Az viszont biztos. A mulatás kellős közepében fog Ricsi megérkezni, úgyhogy ez egy ügyes választás volt. Abszolút. 23.30-kor kezdek, így van pénteken a Borudvarban, igen, a Várszínpadon. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és külön nagy öröm számomra, hogy Johann János primási zenekara ott lesz előttem, nagyon jó barátaim egyébként, Nyári Károly és a Nyári Lányok még előttem, ővelük is jó kapcsolatot ápolok, hála Istennek, utána én, és utána kedves barátom DJ Marák, és utána DJ Bóli még. Nekem egy 45 perces műsorom lesz, ígérem, hogy ebben a 45 percben, még hogyha nem is tűnik olyan túl soknak, a legnagyobb és a legjobb slágereket fogom elvinni az Borudvarba. Na jó, erre kíváncsi leszek, szerintem egy fröccsér meg fogok fordulni a Borudvarban. Igen, és akkor a vasárnapi programod, az pedig 22.30-kor kezdődik, ugyancsak ezen a helyszínen, és akkor nagyjából ugyanaz várható, vagy azért egy pici módosítás bele fog férni? Mindenféleképpen teljesen más fogok a színpadra vinni. Tehát, hogy említettem, és kettő produkciót fogok elvinni. Nem döltöttem még el, hogy melyik nap melyiket szeret. Két különféle produkcióm van, az egyiket egyébként, ami az új produkcióm, az pontosan tavaly egy évvel ezelőtt a Vízene virágon vittem magammal első alkalommal. Ezt a produkciót, ezt fejlesztettük, dalokat cseréltünk, dalokat újítottunk, ezeket a dalokat készítjük most csütörtökön is, amit korábban említettem a Godó Zoli barátomnál Tarjánban, a stúdióban. Ezen dolgozunk, ezen fejlesztünk. Ez egy színpadi produkció, ez egy fesztivál produkció. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó történet, egy nagyon jó kigondolás. Ezt egyébként így magamnak kitaláltam, és elindultam ezen az úton. Nem túl sokan biztattak ebben, ezt azért szeretném hozzátenni. Többek között egyébként az Ori sem. Elkészítettük, megcsináltuk. Tavaly színpadra vittem nem sokat. Hála Istennek sokat zenélek, de ezt a produkciót talán maximum egy ilyen 5-8 alkalommal vittem színpadra. Úgy éreztem, hogy ott van helye, és sikeres volt. Úgyhogy pénteken és vasárnap két-két külön produkciót fogok a színpadra vinni, ez már egészen biztos. Jaj, de izgalmas. Oké, hát akkor ott találkozunk veled legközelebb. Ez jövő héten van. Ez már jövő héten van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hát várok mindenkit szeretettel. Biztosan összefutunk. Addig vigyázz az ízületekre, meg vigyázz a hangszerre, mert különben hát szomorú estének nézünk elébe. Igyekszem. Köszönjük, hogy jöttél, Ricsi. Hálásan köszönöm a lehetőséget nektek. Köszönöm. Szép napot. Forrás Café. Hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Ölvedi Réka és Borsodi Imre. 9 óra 24 van, a kávé folytatódik, sőt a játék is folytatódik, mert hogy a mai napon is van egy kérdésünk, és Vízzenevirág páros belépőjegyet lehet ma is nyerni, majd Pisti fog sorsolni. A mai kérdés így hangzik, hogy nem is kérdés, inkább egy kérés, hogy egészítsd ki. Apu, vedd meg nekem a... Na de mit? A. Várost, B. Kocsit, C. Giroszt. Hogyha megvan a helyes válasz, akkor küldjétek el a saját nevetekkel együtt. Ugye ez egy Well Hello sláger. Vajon miért? Hát azért, mert a Well Hello is ott lesz a Vízzene Virág Fesztiválon, és persze még nagyon sok előadó is érkezik, például Herzog Ricsi is, akivel az előbb beszélgettünk, ráadásul kétszer is, pénteken és vasárnap is. Szóval, hogyha bármilyen Vízzene Virág Fesztiválos fellépőt meghallanál még itt a Forrás Rádióban, ez sem a véletlen műve, hozzáteszem, de ti ezt lefülelitek, akkor az előadó nevével is küldjetek egy SMS vagy Viber üzenetet, na meg a saját nevetekkel, 0620 97 8 97 85, mert ha így tesztek, akkor ott lesz az esélye annak, hogy a mai páros belépőt akár ti fogjátok megnyerni, majd Pistinél a sorsolás. Na, és közben pedig hát egy kicsit nézegettük ezeket a dolgokat, hogy genetika az hogyan is van, mit hozunk apától, mit hozunk anyától, ugye itt a testvérsorrendet gyors öröklődés tan, igen. Igen, hát ugye van olyan, aki tapostáshoz, ezt se lehet kikerülni néha, meg van az a mondás, hogy a kicsik az intelligenciájukat az apjuktól, a szépségüket meg az anyjuktól öröklik. Na de hogy mennyire van ez így valójában? Szerinted ez így van? Hát azért ez véleményes. Abban egyet tudok érteni, a nézd meg az anyját, vedd el a lányát, tehát hogy azért a lányok az anyukától sok mindent örökölnek, vagy sok mindent vesznek át. De szerinted az apukára ez nem érvényes, hogy nézd meg az apját, vedd el a
lányát, fiát? Vagy megy hozzá a fiához? Remélem, hogy nem. Ajjaj. Nem, hát azért egy apának szerintem más jellemzői, vagy más feladatai vannak a családban. Nyilván, ahol van egy erős apa karakter, ott nagyon sok mindent tud hozni a lány vagy a fiú adott esetben az apából, vagy az apától. A lányok esetében ez szerintem inkább az elvárások szintjén mutatkozik meg, hogy majd ő azt várja el az adott sráctól, aki majd élete választottja lesz, hogy legalább annyira legyen magabiztos, fegyelmezett, házias, kreatív, mint mondjuk az ő apja volt. Uh-huh. De ez csak az én fejemben van. Hát, így elképzelés szinten. Na, hát ezért igen, vagyunk itt, hogyha mesélni. Nem... Ha tehát nem... szerintem nem minden apa és férfi magabiztos itt kezdődik. Ez rá, biztos, hogy így van. Jót kiemeltél, de szerintem ez nem jellemző minden egyes apára. Na, mindegy, nézzük meg, hogy az édesanyánktól miket örökölhetünk. Például az anyagcsere működést, a koncentrációkészséget, az öregedésre való hajlamot, a kedélyállapotot és a memóriát. Ezeket mind anyucinak köszönhetjük. Hát akkor én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok. Az én szép fiatalos anyukámtól akkor nagyon sok minden pozitívat örököltem. Igen, az mondjuk egy jó dolog, hogyha jó géneket hozunk tőlük. Édesapánk és a magasság, ez például összefügg. Az akkor igen, az egy gyönyörű dolog. Na meg elvileg apucitól kapjuk a nemünket is, hogy mi most lányok vagy fiúk leszünk, hogyha megszületünk. Viszont ezzel azért tudnék vitatkozni, mert hogy ugye így a kromoszóma dologból adódóan igen, apától jönne, de az, hogy az anya befogadja-e vagy sem, ez végül is anya döntése, hogyha innen nézzük. Persze, ebből a szempontból így van. Na igen, az meg egy másik dolog, és ezt már több oldalról hallottam, hogy a fiúk azok, illetve hát a gyermekek, igen, a fiúk többségében az apát túlnövik. Tehát, hogy igen, generációról, ezt megfigyeltem én is. Generációról generációra a fiúk túlnövik az apjukat magasságban. Úgyhogy érdekes, érdekes ez így jövő szempontjából. Hát meg az is érdekes, hogy egyre magasabbak a fiatalok. Az átlag magasság is, igen. Igen, igen, tehát, igen, igen. Hogy ez is növekszik. Tudod, milyen borzasztó érzés az, hogy milyen kis törpicseknek érzem magam néha. Így, pedig te nem vagy és törpicsek. Nem vagyok alacsony, egyáltalán nem tartom magam alacsonynak. Hát akkor mit szóljak én? Jó, te nő vagy. Ja, és a nők törpék. Nem, ez sem igaz így teljesen. Csak elmegy, igen. Igen, tehát egy 1,90 meg 2 méter magas hölgynek azért viszonylag nehezebb magának egy partnert találnia, már csak azért is, mert a srácok jelentős része nem tudja azt elviselni, hogy ő kisebb a párja mellett, és hát a lányok sem szeretik azt, hogyha a fiú alacsonyabb mellettük, azt meg pláne nem, ezt, hogyha adott esetben igen, hordanak magas sarkút, és azt nem és tudják nem felhúzni. Tudják. Ez, hát, igen. Ez szomorú, igen, átérzem. Édesapánktól még a mentális egészségünk is származhat. Nagyon úgy, jó. Úgyhogy apuci, szedd össze magad. És a személyiségünk is állítólag aha, neki köszönhető. Na, és a zsírraktározásunk is. Parádés. Közfater. Na, és képzeld el, ez egy érdekesség, az újszülöttkori arcunk is apukánktól származik. Hát akkor ezért nem annyira szépek az újszülöttek. Ne, hát igen, fura lehettem bajszosan szakállal újszülöttként. Nem, értjük. Tehát, hogy akkor igazából az apánktól hozzuk azokat a testi adottságainkat, amikkel küzdeni kell. Hát nem csak, mert ugye itt van a mentális egészség is, és azzal is kell küzdeni szerintem hát, sok esetben. Időnként igen. Na hát valahogy ez a kettő mégiscsak összeadódik anyától és apától jövő, hát rosszabb vagy nem rosszabb dolgok. Minden esetre ez az a batyú, amiből hát így ki kell venni azt, amit azt gondolsz, hogy jó, és akkor... És küzdeni azzal, amivel meg azt gondolod, hogy nem jó. Hát igen, nem kell vele küzdeni, de hát meg fogsz vele küzdeni szerintem előbb vagy utóbb. Na, ezzel kapcsolatos sztorikat is várunk még, így a kávé vége felé haladva, aztán Laura is érkezik, és akkor majd vele is megbeszéljük, hogy ő mit tapasztal, mit kapott apukától, mit kapott anyukától. Bizony-bizony, kitárgyaljuk még ezt is. Forrás Kávé. A csúcsforgalomban feldob, munkában felpörget. És 9 óra után 40 perccel megérkezett hozzánk Laura, itt van Réka, úgyhogy teljes a mai délelőtt, már-már keverednek ezek a bizonyos koktélok lassan. Mm, előkészítem, sziasztok! Hello. Egy kis kávés koktél van most. Van olyan, bár én még sosem próbáltam, de
meséljetek, hogyha ti igen. Espresso tonik? Kóstoltad? Nem. Hú, az egy tök jó dolog, nem? Kóstoltátok még az espresso tonikat? Nem. Én nagyon sokáig alapvetően a tonik ellen voltam, már még nem tudtam befogadni, nem tudtam hova tenni azt az ízvilágot. Aztán egyszer megkóstoltam. Koktélos formában. És igen, aztán utána már onnantól kezdve valahogy az alap tonik is behűtve, hidegen rájöttem, hogy amúgy az frissítő, és jó is, hogy nem édes, hanem kicsit ez az ilyen kesernyés ízvilág. Aha. Hát azért szeretik, igen, mert jól szomjoltó. Viszont egy ilyen kávés verzióval szerintem elég ütős lehet így elgondolásom szerint. Fú, mert nagyon jó ez a tonik is frissít, most, ahogy így mondtad is, most egy kis eszpresszóval, az ütős lehet. Most megpróbáltam elképzelni az ízvilágot, így a számban a kettő együtt találkozik, én nem tudom, majd lehet egyszer kipróbálom, erre is meg kell érjek még biztos. Én most egy ilyen jeges kávés koktéllal is beérném, tehát nem mond. Kell nagy extra, csak úgy legyen. Nagyon sokszor én a jeges kávéból sokan ezt a ilyen extra három gombóc fagyi bele, nem tudom én még milyen, meg ezt a csak jég, és hogy legyen tényleg hideg, ilyen szinten totál egyértelműen jeges kávét kívánok. Ilyen frappé. Igen, igen. Mm-hmm. Az jöhetne. Ezek igen. Jó cuccok. Na jó, akkor megyünk kávézni. Iszunk egyet, és aztán jövünk vissza. Arról beszélgettünk Laura itt az elmúlt megszólalásban a Rékával, hogy mi az, amit a szüleinktől hozunk, mik azok, amiket az anyukánktól, mik azok, amiket az apukánktól örököltünk. Neked vannak ilyen örökölt dolgaid, amikről tudva tudod, hogy igen, ezt apámtól, ezt pedig anyámtól hoztam? Persze, egy időnként megállapítom, amit gondolom az ilyen tulajdonságokra, vagy hogy hogyan viselkedsz egy esztitúban, erre gondoltok. Hát nézzük csak. A tájékozódási képességem, a jó tájékozódási képességem, szeretek vezetni, ezt így apukámmal tudom összekötni, tehát így igen. Meg még nyilván néha lehet, hogy egy kicsit összefeszülünk a makacságunk. De igen, így ezzel is tudunk egyébként kapcsolódni, kötődni. Hát anyukámmal is megvan, ott pedig inkább ott most ez olyan rosszul jön ki már, hogy mindenkitől jókat, meg mindenfélét is örököl az ember, de ott mi az, amit hát az érzékenységünk, tehát hogy könnyen elérzékenyülünk, szerintem inkább így ez a vonal, meg ez az érzékenység neki mindenféle része. Aha. Képzeld el, hogy a koncentráció készség is elvileg anyától érkezik, na meg az öregedésre való hajlam. Aha! De hogy ilyenekre gondoltatok, várjatok, én nagyon ellentem. Nem, amire te gondoltál, én alapvetően arra akartam rákérdezni, illetve azt akartam még kérdezni, hogy neked van tesód? Nincs. Nincsen tesód. Úgyhogy bennem összpontosul minden. Na látod? Azért ő, mint, ő egyke. Mint egyke, igen. Tehát, hogy azok a tulajdonságok, amiket szerintem egyke szülöttekre említettünk, azok szerintem annyira nem jellemzőek Laurára. Miért? Igen, hát nagyon kedves vagyok. Ő is ilyen vezető, típus, ambiciózus. Szerintem ezek jellemzőek a Laurára. De az önzőség az például nem tűnik föl vele kapcsolatban, mint ami negatív tulajdonos. Nagyon szívesen. Nekem egyébként, ide minden. Zárója. Nem ismertek elég. Jó, hát szerintem egy egészséges önzőség mindenkibe kell, hogy legyen. Nem, mert hogy elsősorban magunknak kell jól lennünk, és csak utána tudunk másokhoz is kapcsolódni, meg másokkal együtt is jól lenni. Tehát szerintem azért van ennek egy egészséges határvonala. Persze, de őszintén egyébként tényleg azt érzem, hogy szerencsémre ez így ilyen egészen egészséges módon talált meg, tehát nem érzem azt, hogy most mindent is én szeretnék birtokolni. És egyébként ezt szerintem a szülőknek is lehet köszönni, hogy hogyan nevelik akár azt az egyetlen gyereket is, hogyha valaki egyke, tehát mindig megvolt mindenem, akár érzelmi szinten, vagy hogyha bármire szükségem volt, viszont nem éreztem azt, hogy ellennék kényeztetve, tehát hogy nincs is ilyen, sosem volt bennem ilyen követelési vágy, meg ilyesmi. Na, pont ez a lényeg szerintem, hogy a szülők hogyan viszonyulnak az egykéhez, vagy a több gyerekhez, tehát egy több gyerekes családnál is simán el lehet kényeztetni, főleg a legkisebbet, ugye általában azt szokta kapni azért. Pedig a legkisebb is számít. Pont azért. Úgyhogy szerintem itt a szülőkön tényleg nagyon-nagyon sok múlik. Nálam például a nagy, az első szülőt, ő tök követelőző, tehát azt veszem észre, hogy ő nagyon-nagyon követel mindent, már bármit, pedig nem olyan sokat volt egyedül. Ugye 15 hónap a kettő között a korkülönbség, nevezzük ezt kornak, tehát hogy, és mégis ott van benne ez a kérem, most, és azért is, és hogy ez ugye azon múlik, hogy én hogyan viszonyulok hozzá, hogy most megadom neki, teljesítem rögtön a kívánságot, vagy ugye anya, nem.
látta? Tehát ez igen, a szülőkön múlik sok minden. De nem egyszerű feladat, az biztos. Jó kis gondolatjáték ez, nem? Hogy mit, hogyan... Hát, vagy hogy hogyan csinálni. Cselekszel helyesen? Igen, hogy most ennek jó lesz a következménye, vagy nem? Tehát mert ezt később fogod látni, tehát hát hogy most csinálsz valamit, és majd 15 év múlva kiderül, hogy ez jó ötlet volt. Igen, igen, meg kérdés, hogy az alapvető önzőséged, nevezzük akkor önzőségnek, azt mondjuk mennyire tudod te kordában tartani, vagy ki tudod-e nevelni, vagy így egy picit finomítani, vagy úgyis ki fog bugyogni belőle majd felnőtt korában, de ezt se tudjuk szerintem most még. Így van. Na de most aztán ki ne bugyogjon ez a bizonyos koktél ide az asztalra, ez ilyen rékás átkötés. Pedig felszükselni, nem? Na, szóval ez majd egy másik témakör lesz majd talán holnapra. Igen, tehát átadjuk a terepet Laurának, és hát a játék folytatódik természetesen Laura műsorában is lehet majd küldözgetni az üzeneteket arra a kérdésre, hogy a Well Hello méltán sikeres slágerében mit kell apunak megvennie neked. Itt ugye volt három opció, amit felsoroltunk, az A válasz volt a város, a B válasz volt a kocsi, és a C válasz volt az aluljárós girosz. Ezt miért jegyezted meg? Éhes vagy? Egy férfi mindig éhes. Jó? Egy jó aluljárós girosz, mindig jöhet. Igen, tisztító. Némi kockázattal. Igen, tisztító kúra másnap reggelre. Na, szóval holnap reggel 6 órakor ismételten itt lesz veletek Ölvedi Réka. És Borsod Émi. Addig pedig vigyázzatok magatokra, legyen csodálatos, napsütötte ez a nap, ragyogjon rátok. Sziasztok! Hello. Most hagyjuk Rékát is Imit egy kicsit pihenni, de ne felejtjétek, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás Caféval ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon, vagy a Spotify-on.